Sziasztok, itt vagyok Szentendrén a Solar Decathlon különleges kis kanzenjében, ahol a napenergiát egészen innovatív módon hasznosító és talán sok más szempontból is előremutató koncepcióházakat találhatunk. Nem sokára csatlakozik hozzám Jenei Dávid, a projekt vezetője, és ő fog körbevezetni ezekben az épületekben. Tartsatok velünk 360 fokban! A Solar Decathlon, mint projekt 2002-ben indult Amerikában, az Amerikai Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának kezdeményezésére, és a fő cél az egy szemléletformálás volt. Ez egy egyetemi mintaházépítő projekt, a cél az volt, hogy összekapcsolja az egyetemi innovációt a piacon elérhető cégekkel és a piacon elérhető energiahatékony építészeti megoldásokkal. A 17. ám a kelet-európai régióban első alkalommal megrendezett verseny egyik fő szempontja volt, hogy a világ minden tájáról érkező csapatok meglévő épületállományokat újítsanak föl innovatív módon, egy-egy lokális problémára kínálva megoldást. A verseny győztesei a francia csapat a Franciaországban elterjedt sorház épülettípust használták alapul, és arra építették föl saját koncepciójukat. A környezettudatos tervezés mellett a mozgáskorlátozottakra is gondoltak, amikor egy liftet is beépítettek a házba. A nappali mögötti naptérben kapott helyet, megoldást kínálva az épülettípusra jellemző szűk és meredek belső lépcsők okozta problémákra. Próbáltak hangsúlyt fektetni a régi francia építési technológiákra is, és ez jelenik meg a belső burkolatokon is, illetve maga a dizájn és a kialakítás is tükrözi a régebbi francia hagyományokat, illetve megtaláltak természetesen a modern innovatív megoldások, mint ez a felület hűtés-fűtés, hőleadórendszer, ami hőszivattyús rendszerre van csatlakoztatva, és azért itt látható, hogy ezt a házat egyébként most használták is 2 hétig, egy francia srác kvázi lakott itt. A versenyidőszakban a csapatoknak rendeltetésszerűen működtetniük kellett az épületeket, főzni, mosni, tévét nézni, teljesítve a versenyben meghatározott kritériumokat. Tőlem balra láthatjuk az első helyezett házat, még jobbra a második helyezetet. A második helyezetnél az az érdekes energetikai szempontból, hogy maga a burkolat napelemként működik, tehát az épület az egész felületén keresztül gyakorlatilag egyfajta napkollektorként funkcionál. Itt egy napelem csempe burkolat látszódik, valamennyi csempe beköthető a hálózatba és napelemként funkcionál. A versenyszabályzat szerint jelenleg a csempékből csak 5 kW-nyi csempe van bekapcsolva. Ám nem ez az egyetlen érdekesség a holland házzal kapcsolatban. A házfalon helyet kapott egy különleges víztisztító modul is. Miután bekötik a szennyvízhálózatba, a szürke víz itt beérkezik egy biológiai tisztító medencébe, ahol már lebontásra kerül egy része, majd egy halas akváriumban és kis üvegházszerű egységekben folytatja az útját. És akkor így néz ki ez a házunk belülről. Igen, a koncepció az az volt, hogy a Hollandiában a lakás helyzetre adjon egy lokális megoldást, ott a sok üresen álló iroda ház van, vagy irodahelyiség, és gyakorlatilag ez egy meglévő Rotterdam irodaháznak az itten megvalósítása. Moduláris elemekből lehet gyorsan egy lakófunkciót kialakítani az irodaházon belül, vagy rajta adott esetben a tetején. Jelenleg a hálószobában vagyunk, az ágy felhajtható, itt azért ebben a házban azért érződik ez az északi, minimalista, funkcionalista berendezési stílus. Például ez is egy abszolút ilyen wow érdekesség, hogy itt ez egy blokk, a másik oldalán kialakítható akár az iroda, de ott egy vendégágy is kialakítható. A körbejárhatóság szempontjából, tehát látszik, hogy keresztül jövünk a nappalin, itt van a hálószoba, és a hálószobából nyílik egy titkos gardróbszoba. Ez a kis szekrény konkrétan átvezet minket ide a túloldalra, a másik helységbe. És emellett közvetlenül találjuk a mosdót. Ez egy tökéletesen funkcionáló mosdó, amit ők így ide építettek a ház közepén. Pontosan ezek használhatóz ödehessen. És látható, hogy még a fogkefében is a környezetudatosságját a szükben. Erről a pontról látszik igazából két nagyon érdekes épület. Tőlem jobbra a román épület, ami ugye a harmadik helyezést ért el az összesített versenyben, illetve tőlem balra áll a magyar épület, aminek most így a árnyékolt teraszát látjuk konkrétan.
Itt látjuk az, igen, az egyik magyar házat, ami a Pécsi és Miskolci konzorciummal valósult meg. Például ez a külső árnyékoló rendszer, ami elhúzható teljes egészében. Azért érdekes, mert ez egy gyalog akácból fonott árnyékoló rendszer, ez egy gyomnövény egyébként, de itt tök jó innovatív módon, úgymond egy gyomnövényt felhasználva dekoratívan tudnak árnyékolást biztosítani vagy kialakítani. Illetve bent látható az egy alumínium habos árnyékoló rendszer, az alumínium dobozokból van kifejlesztve, ez magyar megoldás, de már EU-ban is elérhető. Áttetsző és teljesen jó árnyékolást tud biztosítani, illetve nagy újításként vályogroslapokból építették a belső burkolatokat, a belső válaszfalakat, és ez azért érdekes, mert ez a vályogrostlap, ez olyan komfortérzetet tud biztosítani, mint hogyha nem könnyű szerkezetes ház lenne. Tehát hőtárolási képessége is van, páraelteresztő képessége is hasonló. És olyannyira széleskörűen alkalmazták ezt az egyébként klasszikus anyagot, hogy még a zuhanyzóban is egy speciálisan kezelt vályogfal kapott helyet, amely immár ellenállóvá vált az őt közvetlenül érő vízzel szemben is. Azonban az érdekes anyaghasználat mellett egy különleges helyiség is egyből szemet szúrhat a látogatóknak, ami a körbejárható ház közepén helyezkedik el. Hogyha fölnéztek, láthatjátok, hogy ez lényegében az épület közepén álló torony, amely nyáron elősegíti a helyiségek passzív légcseréjét, télen pedig természetes fényt ad a lakóknak. A ház alatt beton csövek futnak, és gyakorlatilag a ház tetején kialakított kis szerkezettel képes ugye a nyomáskülönbséget kihasználva 1-2 fokkal hűteni a közeget. Bármilyen gépészeti egység bekapcsolása nélkül. Ez a terasz is egyébként egy hatalmas ötlet, konkrétan nyári időszakban meg tudja duplázni a nappalinak, illetve az evéndő résznek ugye a méreteit. Konkrétan ezen a hatalmas ajtón keresztül egybe tudjuk nyitni a külteret a belső résszel. Itt akár egy ilyen kinti evéndő részt tudunk kialakítani, vagy bármilyen pihenő részt, illetve egy szabadon kialakított, szabadon berendezett kertet tudunk létrehozni. Az EMI célja itt az EMI Innovációs Parkban Szentendrén, hogy minél több épületet itt tartsunk, és ezeket kiegészítve jövőre egy úgynevezett mintaházparkot és egy úgynevezett Living Lab-et üzemeltessünk. Szeptember 29-ig látogathatóak ingyenesen a látogatói időszakban, és ezt követően az a csapat, amely elviszi az épületét, lebontja. 6 napja lesz rá, a többi csapat épülete itt marad, és mi egy elég erőteljes infrastruktúrális beruházást fogunk itt lefolytatni, hogy jövőre a Mintaházpark és Living Lab megnyitható legyen.